Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Három hetes szünet után a kaposvári kosárlabda klub számára is folytatódik az NB1 alcsoportos férfi kosárlabda bajnokság. A kékmezben látható hazai együttes a Szolnoki Olajbányász csapatát fogadja a 24. fordulóban három körrel az alapszakasz vége előtt. Lássuk gyorsan a két csapat kezdő összeállítását, nézzük először a vendégeket. Kettessel a pályán a labdát birtokló Cummings, aztán éppen Kovács Péter kapja tőle a labdát, és Hilliardra fújnak egy faultot a játékvezetők. Pályán a Szolnoknál még Subotic, Tájvó, valamint Brandon Young, aki első mérkőzését játsza a Szolnoki Olaj csapatában. A vendégek vezetőedzője pedig Gaspar Potocsnyik, miközben megvan az első pont a mérkőzésen. Kovács Péter szerzi büntetőből a kaposváriaknál. Négyessel Nimrod Hilliard irányít, TJ Price őszette a lepattanót tízessel, Xavier Ford, Wayne Martin és Blazer Gábor a kezdőben, mondhatni az utóbbi időben megszokott felállásban, megszokott kezdő ötösével. Nikola Lazic vezetőedző csapata, Wayne Martin kosarával átveszi a vezetést a Kaposvár, 2-1 az állás. Subotic passzolt Youngnak, Young pedig megpróbálta visszapofozni még a saját lepattanóját, de nincs újabb szolnoki pont egyelőre. Hilliard pedig bedobja a középtávolit is. Eddig hibátlan a kaposváriak teljesítménye. A mérkőzés három játékvezetője, Praks Péter, Balogh György és Pozsonyi László. Subotic próbálkozhatott a palánk alól, de nem járt sikerrel. Továbbra sincs tehát szolnoki mezőny kosár a mérkőzésen. Xavier Ford középtávolia pedig kipördül a gyűrűből. Subotic indul meg előre és nagyot blokkol Wayne Martin rajta. Jó védekezés a kaposváriak egyik, hanem a legjobb játékosától, Wayne Martin. Ott van a legjobbak közt a magyar bajnokságban a pontszerzők tekintetében. A negyedik legjobb átlaggal rendelkezik, 19,1-es átlaggal, és mérkőzésenként átlagban 8 lepattanót szed, amivel az ötödik legjobb ebben a statisztikai mutatóban a bajnokságban. Éppen nála a labda. Blazer 10 másodperc a támadó időből, Hilliard. Young vele szemben, tovább osztja Hilliard Price-nak is, óriásit csaptant a kezén. Subotic keze, ő rá fújják a játékvezetők a faultot. A kosár után pedig még jöhet egy büntető is. TJ Price pedig ezt sem hibázza el a büntető vonalról. 7-1-re vezet a Kaposvár, alig több mint 2 perc elteltével az első játék részben. Kovács Péter a labdával, Young kapja az alaponalnál, visszaosztja Stuboticsnak, Cummings kérte volna tőle, de csak most kapja. Jól segítettek be egymásnak védekezésben a kaposváriak, és nézzük meg, benne a lepattanó a kaposváriaknak nincs meg, ezt mutatják a játékvezetők. Hazai játékos érintett még utoljára a labda, mielőtt lepattant az alaponalon túl. Dobja a középtávolit, és Tájvó pedig leszedi a támadó lepattanót, tovább támadhat így a szolnoki együttes. Subotic és a rendezetlen védelem ellen meg is oldják a vendégek. Subotic.
Martin bűvölte a labdát és próbált minden áron egy helyzetet kialakítani. Tyvon egy másodperc van hátra, átdobja a gyűrűt Wayne Martin. Újabb vendégkosárral 7-5-re feljön a szolnoki együttes. Aztán kihagyott középtávol és 3-2-ben indulhat a szolnoki együttes. Hilliard nagyon jól állította meg Youngot, és így felállt védelem ellen védekezhetett, felállt védelem ellen támadhatott a vendég együttes. Subotić azonban így is megoldja, 7-7 az állás. Kiegyenlít egy 6-0-ás rohanással a szolnoki együttes, ráadásul TJ Price-ra most fújnak még egy támadót is. Kicsit belekönyökölt Kovács Péter arcába. A szolnoki együttes a második helyről várhatta ezt a találkozót, míg a Kaposvár a hatodik helyen állt a fordulót megelőzően. Az már gyakorlatilag biztos, hogy a Szolnok nem tudja beérni a Falkót a tabella élén. A Kaposvár számára viszont még nagyon sok a kérdés a hátralévő mai mérkőzéssel, meg a mai fordulóval együtt három körben, ami vissza van az alapszakaszból. Hiszen a KKK Subotić közben egy triplával is, 7 pontos már. 10-7 a szolnokiaknak, szóval a kaposvári KK jelenleg a legjobb 5 bekerülésért harcol. Próbálnak kiharcolni azt, hogy a középszakaszban a felsőház tagja lehessen Price. Kimarad az Itzer, Ford nem tudja leszedni, de Tyvonról megy ki a labda. Igyekszik tehát a Kaposvár bejutni a felsőházba, hogy aztán gyakorlatilag biztos legyen a helye a rájátszásban. Tehát nagyon szoros a mezőny e tekintetben a tabella közepén. Szólnak ki a labda. És hát nagyon kemény lesz a Kaposvárnak a sorsolás, amiközben a játékvezetők megváltoztatják az ítéletüket. Úgyhogy hazai bedobás jön majd. Nem, mégsem. Ezek szerint nem változtatták meg az ítéletüket. Volt némi zűrzavar a játékosok között, meg aztán a játékvezetőknek is meg kellett beszélniük, hogy mi is legyen pontosan. Kint maradt egész pályán Hilliard és TJ Price is. Subotićnak kell így labdát vezetnie, majd hogy nem irányítania. A vendégek center erőcsatárának. Cummings kihagyja a középtávolit, Subotić pedig összeszedi a támadót. Nem az első alkalom már, hogy a vendégek kezébe kerül egy kihagyott dobásuk után a labda. Subotić ezt is megoldja. Nikola Lazić pedig időt is kér. 12-7-re vezet a szolnok együttese. Subotić pedig már 9 pontos. És nem csak hogy a csapata, hanem az egész mezőny eddigi legeredményesebb játékosa. Kiváló a hangulat a Kaposvár arénában. Rengetegen érkeztek Szolnokról is. És hát talán látszik a képeken, hogy egyre többen vannak a kaposvári szektorokban, lelátókban, miközben a vendégek kemény magját láthatjuk a képen. Nem kell már ugye maszkot hordani, és a védettségi igazolványra sincs szükség ahhoz, hogy kilátogassanak a mérkőzésekre az emberek, ami talán azt jelentheti, hogy egy kicsivel még nőhet a nézőszám a magyar bajnoki mérkőzéseken, és ezzel együtt itt Kaposváron is. Említettem, hogy a Kaposvár számára nagyon nehéz lesz az utolsó három forduló. Ugye a Szolnok után a harmadik helyezett Sopronnal találkozik az együttes idegenben, majd aztán az záró fordulóban a negyedik helyezett
Körmendet látja vendégül a kaposvári KK. Ennél azért könnyebb alapszakasz zárást is el tudtak volna képzelni a kaposváriak, akik most azt is el tudnák képzelni, hogyha nem lenne 5 pont különbség a Szolnok javára, pláne úgy, hogy nem olyan rég még 6-tal vezetett a kaposvári együttes. 11-0-ás rohanással fordította a vendéggárda. Hilliárd a sarokban egy triplával, nagyon kellett volna, de kimaradt, közben Bogdán Benedek a pályán, a KKK-nál, kiosztja Price-nak. Price vállalja el, és kimarad a dobása. A vendégeknél is több csere volt. Gyakorlatilag egyedül Young maradt a pályán. Érkezett Pallai, valamint Rudner. Csakaron és Bacim is ott van a pályán. Kezdőjátékosok közül egyedül az újonnan igazolt amerikai irányító Young a pályán. Bacim nagyon messziről, nagyon pontosan. 15-7-re vezet már a vendég együttes. És már 14-0-ás lerohanásban a Szolnok. Young pedig kivarázsolja a labdát Wayne Martin kezéből. Hilliárdnak pedig aztán faultolnia kellett egyből. Nikola Lazic reklamál a játékvezetőknél. Valószínűleg azt nehezményezte, hogy Wayne Martinnál volt esetleg egy fault is a palánk alatt. Megütötték a kezét, amikor próbált volna kosarat szerezni a gyűrű közeléből. Pallai. A Rudner kapja a labdát tőle, a csapdázzák ketten, Csakarun, 4 másodperc a szolnoki támadóból, Csakarun gyönyörűen csinálta, és be is dobja az itzert még időben. 10 ponttal vezet a szolnoki olaj bányász csapata. Hét egyre még a Kaposvár vezetett, nem is olyan nagyon rég. 3 perc van még vissza egyéb iránt az első játékrészből. És most már egy kezdőjátékos sincs a vendégeknél a pályán. Young helyére érkezik Pongó Máté. Hilliárd pedig közben dob egy gyors zicsert. Kicsit kozmetikázott az eredményen. A kaposváriak irányítója, Pallai beleáll rögtön egy triplába. Jól jött ki ebből most a hazai együttes, Wayne Martin szedte le a támadó lepattanót. Hilliárd Rutert nem tudta megverni. Price. Marad a középtávoli a dobócsel után, Pallai pedig indulhat előre. Csakarun. Bazin fordul vissza, aztán passzol Csakarunnak. Remekül érkezett DJ Price, és feldobást ítélnek a játékvezetők. A kedvezményezett pedig a Szolnok volt, úgyhogy a pirosmezes vendég alakulat jöhet oldalról. A tavalyi ezüstérmes együttes hatalmas döntőt játszottak az előző szezonban a Falco ellen. És hát eddig Bazin közben egy távoli triplával, 3 másodperccel a támadó idő vége előtt. Ez a tripla is bemegy. Bő másfél méterrel a tripla vonal mögül Pongó fautolt közben. Nimrod Hilliárdon. Mindkét csapatnak 4-4 fautja van.
vagyis elérték a bónusz határt a felek. Wayne Martin a labdával. Stop egy Zitzert. 20-11 az állás. Plézer helyére érkezik Puska a KKK-nál. 1 perc 38 van vissza az első játékrész végéig. Csakaró reklamál meg a játékvezetőknek, hogy meghúzták őt a palánk alatt, elrántották a kezénél fogva, és azért nem tudott játékba avatkozni. A játékvezetők viszont mindent tisztának és szabályosnak láttak, úgyhogy az eladott labda után jöhet a Kaposvár. Bogdán, Wayne Martin. 1 perc 10 még a negyedből, és 13 másodperc támadó Kaposvár számára. Wayne Martin dob egy homályt. Hát a nagyon jó kezdés után egyelőre borzasztó a folytatás kaposvári részről. Csakaró most viszont lefújják azt, hogy Bogdán cibálta a kezét. Nehéz helyzetben van a kaposvári együttes a palánk alatt, hiszen Handlein Roland már ugye hetek óta nem tud játszani a csapatnál. Betegségből lábadozik, és már a válogatott szünetben ugyan elkezdte az edzéseket, de még nincs olyan fizikai állapotban, hogy vállalnia tudja a játékot. Kérdéses még mindig a visszatérésének az időpontja, és szintén nincs, nem áll rendelkezésre Nikola Lazics rendelkezésére Csorvási Milán sem. Ő sem öltözött át a mai találkozóra, ő pedig gyakorlatilag a 3 hetes szünet alatt sérült meg. 2 centerét, 2 magas emberét is elveszítette az elmúlt időszakban a Kaposvár együttese, úgyhogy nem véletlen, hogy például Csakarun, vagy éppen Szubotics nagyon tudott élni eddig a palánk alatt. Visszáll közben a 10 pontos különbség, 21-11. Csakarun büntetője után. Hilliard pedig gyorsan behozza 10-en belőle a Kaposvárt. 13-21 az állás. Pongónál a labda. 25 másodperc a negyedből és 15 másodperc támadóból. Bazin kapta vissza. Wayne Martin vele szemben. Bazin forgolódik. Leosztja Csakarunnak. Az utolsó pillanatban jött a dobás, és még egy támadó lepattan után maradhatott volna a labda a Szolnoknál, de Bazin kilépett az oldalvonalon, úgyhogy 3,4 másodperccel az első negyed vége előtt vissza kerül a labda a KKK-hoz. Csakarun és Pallai közben leült a vendégeknél. Tájbó és Kovács volt az, aki visszaérkezett a pályára. Hilliard tör előre. Hilliard végig tudta vinni, de az Itzert már nem tudta bedobni, úgyhogy nem változik az eredmény. Egy negyed után a szolnoki olajbányász csapata 21-13-ra vezet a Kaposvár otthonában. Bravúrokra lenne szükség a Kaposvártól az utolsó 3 fordulóban ahhoz, hogy meglegyen a felsőház a középszakaszban. Egyelőre viszont távol ettől a KKK, még akkor is, hogyha most Wayne Martin bedobta ezt faultal együtt. De így is 6 pontos előnyben a Szolnok csapata. Amelyen rosszul sikerült első 3-4 perc után, mind védekezésben, mind támadásban nagyon összeszedte magát, és azóta folytogató a presszió, főleg védekezésben, amit a Kaposvár kap. 16-21-re módosítja az állást, közben Wayne Martin a bedobott büntetőjével is, majd aztán ő szedi össze a labdát, ami
ott gurult gazdátlanul a szolnokiak támadása után. Price is bedob egy duplát. Zárkózgat a Kaposvár. DJ Price 5 pontos. Wayne Martin 7, Nimrod Hilliard pedig 6 egységgel a kaposváriaknál. Bazim indul el befelé, és bedobja az Itzert. Már amennyire ezt Zitzernek lehet nevezni, hiszen nem volt egy annyira könnyű dobás, kihagyhatatlan helyzet. Hilliard elsőre nem vállalja el, aztán most már ez nem is nevezhető dobóhelyzetnek ott Pongó mellett. Hilliard épp ezért a betörést választotta, ezt pedig nagyon jól oldotta meg, 3 pont a különbség. 23-20-ra vezet a szolnok együttese. És most már Hilliard a legeredményesebb kaposvári játékos 8 ponttal. Subotić osztotta ki Bazimnak. Price egyelőre jól védekezik rajta, 2 másodperc a támadóból. Elképesztő. TJ Price gyakorlatilag a levegőt kiszorította Bazimból, de hát még ez is kevés volt ahhoz, hogy ne dobja be a vendégek játékosa futtából a triplát. A dudaszó pillanatában, mert hogy ugye lejárt a támadó idő is. Hilliard már a túloldalon, azt a mindenit pedig mekkora csel volt tőle. Egy testcsellel. Tehát védőjét olyannyira, hogy aztán üres Zitzert tudott dobni. A túloldalon viszont már egymás után a második tripla hullik be, és így pillanatok alatt 9 pontos előnybe kerül szólnak együttes, a Subotić pedig már 12 pontos. Price beleáll a triplába, de lejön. Wayne Martin pedig keményen megdolgozta most Taiwo. Jöhet majd érte 2 büntető. Kettőt cserélnek a vendégek. A 2 amerikai játékos, Cummings és Young érkezik vissza. Young Solanót váltotta a szolnok együttesénél. A bajnoki szünet előtt a Szolnok a Körmend ellen játszott és nyert. Azon a mérkőzésen még Solano például 16 pontot dobott, ennek ellenére Szolnok vezetése úgy döntött, hogy változtatást ezt közöl az ő posztján, és utána érkezett Brandon Young. A 30 éves amerikai játékos, aki irányító és kettes poszton is bevethető. Wayne Martin meg kihagyja mind a 2 büntetőt közben. Youngnál a labda. Ebben a szezonban eddig Lengyelországban játszott, és a Eurocupban is érdekelt volt a csapata, úgyhogy nemzetközi porondon is pályára lépett ebben a szezonban. 7 éve játszik már Európában a szolnokiak amerikai játékosa, megfordult a svéd, a bolgár és az ukrán, valamint a görög élvonalban is. Épp nála a labda ismételten, 29-20 az állás. Cummings szépen fordult le, Martin viszont útját állta, ezért kellett kipasszolni a Cummingsnak, és aztán Taiwo tépi vissza a támadó lepattanót. Átlép így a különbség a 10 pontot, 31-20-ra vezet a szolnoki olaj együttese. Hilliard, Quincy Dix, Subotić faultolt rajta egyet, pontosan már gyakorlatilag belebotlott a montenegrói játékos Quincy Dixbe, aki szintén kihagyott egy-két mérkőzést a kaposváriaknál. Családi okok miatt vissza kellett utazni az Egyesült Államokba egy kis időre, de itt a válogatott leállás közben, a válogatott szünet közben már visszajött Magyarországra, Kaposvárra, és újra csatlakozott a társakhoz. Ő is együtt edzett a csapattal.
Puska szedi a támadó lepattanót. Hilliárd. Szépen verte meg Pallait, és jött aztán egy fault is, úgyhogy Hilliárd kettőt dobhat. Ez volt a negyedik szolnoki fault. 4 perc telt el a második negyedből, elég hamar a bónusz közelébe ért a vendégegyüttes. Hilliárd betörése után pedig lehetett látni a szolnoki kispadnál, ahogy Potocsnik vezetőedző megfordult, és a kispadon ülő játékosoknak mutatta, hogy amikor Hilliárd nála labda, akkor kicsit jobban össze kellene zárni a többieknek védekezésben, illetve felkészülni a besegítésre, hogy ne lehessen belőle ilyen, mint az előbb. Vagyis az, hogy könnyen megveri az emberét Hilliárd egy az egybe, aztán csak fault árán tudják megállítani. Vagy még úgyse. Csakarun osztja ki a labdát Cummingsnak egy triplára. Kimarad ez a 3 pontos kísérlet most ezúttal. Price már a labdával. Price pedig bedobja a középtávolit. 24-31 az állás, és először a meccs folyamán időt kér Gaspar Potocsnyik is, a vendégek vezető edzője. 7 ponttal viszont még mindig a szolnoki gárda vezet. Igaz volt ez a 7, nem olyan rég még 11 pont is. A fordulóban már rendeztek 2 mérkőzést a pénteki napon. A Pécs együttese az Oroszlánytól kapott ki. A Deac gárdája pedig a sereghajtó atomerőmű esélyt tudta legyőzni 90-82-re, a Pécs meccs pedig 61-71 lett az Oroszlány javára. És hát azt említettem, hogy mennyire szoros a középmezőny a bajnokságban. Jelenleg az 5. helyezett Deac egy győzelemmel megelőzi a Kaposvárt. 13-11-es mérlege van a debrecenieknek, mögötte a Kaposvárnak 12-11 a mérlege. Akár csak a 7. helyezett Albának. Aztán jön a Szolnok, a Kecskemét, és most már az Oroszlány is, akinek egyaránt 11 győzelme van, úgyhogy gyakorlatilag a Kaposvárnak, hogyha nem jön össze az utolsó 3 forduló, és esetleg 0-3-mal zárja az alapszakaszt, ami azért könnyen benne van a pakliban egy soproni túrával, meg egy körmendeleni hazai meccsel, akkor a Kaposvár nem hogy 5., de akár még 10. is lehet. És mondhatni, az utolsó helyekről kellene megkezdenie a középházi küzdelmeket a középszakaszban. Cummingsnál közben a labda, és gyönyörű labdaszerzés Wayne Martintól. Dix nem áll, nem dobja el a triplát, még ha bele is állt. Price. Csakarun védekezik rajta, és aztán nincs szerencséje DJ Price-nek, majd aztán még egy emberként reklamál a kaposvári közönség. A lerohanás végén pedig Young dob egy könnyű zicsert. Hilliárd rohan előre, aztán kiosztja egy triplára Dixnek. Dix ezúttal elvállalta, de nem nagyon volt íve ennek a dobásnak, nagyon rövid lett. Palai még megmenti. Lehet jobban járt volna, hogyha Kaposvár alapról jön. Mert így viszont dob egy triplát a hazai együttes. Nimrod Hilliárd 27-33. Hilliárd már 13 pontos. A hátán cipeli egyelőre a kaposvári együttest. A hazaiak amerikai irányítója Youngról nagyon lemaradnak most. Úgy kompletten a kaposvári védők. Teljesen üresen léphetett be az alaponalon. Price dobása kimarad. Wayne Martira pedig fújnak egy támadót a játékvezetők. Wayne Martin aztán megy az alaponali játékvezetőhöz reklamálni, hogy hát esetleg ő láthatta volna azt, hogy fordítva történt az eset. Ezt tudom elképzelni Wayne Martiról, hogy ezért támadta le a játékvezetőket. 35-27 az állás, DJ Price kap egy kis pihenőt kaposvári oldalon.
Xavier Ford érkezett vissza a helyére. És Bazimnál a labda, majd aztán kerül vissza Younghoz. 3 perc 50 van még vissza a második negyedből, Csakarun pedig rögtön dob egy középtávolit, megint 10 pont a különbség, 27-37 az állás. Quincy Dix szépen törve, és még szebb volt a szerelés Csakaruntól. Vezetőknek is szólt ez, hogy a dobócsel után elszálló és ráeső játékosra esetleg lehetett volna fújni egy fautot is. Minden esetre 10 ponton belőre jön most a Kaposvár. Pallai. Csakarun dobja a középtávolit, két kaposvári játékos majdnem egymást zavarta ott a lepattanó szedés közben. Hilliard. 2-50 van vissza a negyedből, Hilliardot pedig Pallai betakarja, Bazimot pedig leütközi Puska. Még szerencsé, hogy nem kapott érte egy sportszerűtlent, eléggé belerongyolt Bazimba, bár még ő maga sem reklamálta ezt. Egy délszláv, egy horvát játékos azért nem a puhány kosárlabdán nevelkedett. Pallai a labdával, 10 másodperc még a szolnoki támadóból. Pallai kapja vissza. Csakarun vált le az elzárás után, és aztán be is dobja a középtávolit. Gyakorlatilag nincs csapájának olyan pontja, ahonnan ne találnának be a szolnokiak, akár palánk alól a középtávoliakat, illetve a triplákat is remekül dobják a vendégek. Ennek köszönhetően pedig 39-29-re vezet a vendég együttes, 2 perc 16 másodperccel a második negyed vége előtt, és Nikola Lazic pedig időt is kér a hazai csapatnál. Említettem, hogy a Körmend együttesét verte a Szolnok a szünet előtti utolsó mérkőzésén. Összességében viszont az utolsó 5 meccséből 3-at nyert meg a szolnoki együttes. Nem éppen a legjobb formában voltak az utóbbi időben. Kikaptak egyebek mellett az Albakomp, a Nyíregyháza és a Sopron együttesétől is. Sok gonddal küzdött Potocsnyik csapata, ezt el is mondta a szlovén vezetőedző. Még ezt a találkozót megelőzően sem volt mindenki 100%-os állapotban, de a mai mérkőzésen a meghatározó játékosok mind ott vannak a keretben, a kispadon, a pályán éppen. Hogy jön ki a rotáció, és hát a bizony ez a rotáció nagy különbséget jelent a mai mérkőzésen, mert Kaposvári oldalon gyakorlatilag egyelőre Puska meg Bogdán volt az, aki beállt a kispadról. Krinyájszki Boris például még eddig egy percet sem játszott, ő a második fél időben szokott inkább több játék lehetőséghez jutni. Tehát 7 emberrel végigjátszani egy fél időt, igen nehéz, pláne hogy a túloldalon van 8-9 játékos is, aki váltani tudja egymást a pályán, és a játékvezetők fújnak egy sportszerűtlent. Csakarun mutatja, hogy őt is könyökölték végig. Ezt unta meg ő.
Cummings meg azt mutatja, hogy talán vissza kellene nézni. Lehetne videózni egyet, mutatják is a játékvezetők nekik, hogy csigavér majd, hogyha kell, akkor megnézzük. A játékvezetők azt mutatják, hogy Csakarunra fújnak egy faultot, illetve egy sportszerűtlent, aztán valóban vissza is nézik az esetet. 1 perc 50 van még vissza a második negyedből. Hosszas egyelőre a tanakodás. De talán megszületik a döntés, és marad a sportszerűtlen ítélet. Ami azt jelenti, hogy Wayne Martin dobhat 2-t, aztán akkor még oldalról is jöhet a kaposvári együttes. Faraghat egy kicsit a hátrányából a házigazda gárda. Martin bedobja az első büntetőt, de kihagyja a másodikat. Sőt, ezek szerint plusz 2 büntető lesz, mert hogy a sportszerűtlen fault már nem a dobás után volt. Magáira faultért jött 2 büntető, aztán még a sportszerűtlen jön újabb 2. Wayne Martin így 4-ből 3-mal zár a büntető vonalról. És akkor még marad a labda a hazaiaknál, meg vele együtt az esély, hogy tovább zárkozzon a KKK. Kis hián eladják a somogyiak. Dix szinte letérdelt, és aztán elesik és kicsúszik. Dix pedig tudta, hogy ő fog lejönni. Őt cseréli le Lazic egy kicsit pihenni. Hát egy kicsit megakadt nála ez a támadás, az tény és való. Talán, hogyha szabadult volna a labdától, akkor nem fejeződött volna be ilyen bal szerencsésen az a kaposvári támadás. Így viszont 1 perc 30-al a vége előtt visszakerül a labda a félidő vége előtt. Visszakerül a labda a Szolnokhoz. Young a labdával, Bazin kapja. Bombó dobhatott egy triplát. Megúzták ezt most a kaposváriak, és aztán még a lepattanó is megvolt Wayne Martinnak. Milliárd. Ford nem dobja el, Puska egyedül maradt a palánk alatt, és bedobja a közelit. A duplája után pedig 5 pontra olvad a Szolnok előnye így. Kasper Potocsnik is kikéri a második időkérését ebben a félidőben. 1 perc. 4/10 másodperc lesz még vissza ebből a negyedből. A Szolnoknak már 5 faultja van, úgyhogy ők bónuszban vannak. Innentől kezdve minden faultalások után jöhetnek majd a kaposvári büntetők. A KKK-nak viszont csak 3 faultja van. A kaposvári csapat számára a szünet egy egyhetes pihenővel kezdődött, majd utána ugye 2 hét folyamatos edzés a szolnoki találkozót megelőzően. Ez idő alatt a Kecskeméttel is játszott egy edzőmeccset a csapat. De játszott felkészülési mérkőzést a Szolnok gárdája is, ők a Deacot tudták legyőzni. És
már jönnek vissza a pályára a csapatok. Alapvonalról jöhet majd a szolnoki együttes, vagyis hát már el is végezték a bedobást. Utolsó percen belül járunk a második negyedben. 39-34-re vezet egyelőre a szolnoki olaj együttese. Fault még a dobás előtt, úgyhogy oldalról jön majd a vendégcsapat. Xavier Fordra fújták a személyit. Neki ez a második hibája volt. Bongo. Young kergette az őrületbe gyakorlatilag Puskát a cseleivel, aztán be is dobta az egykezes flótert. 41-34 a vendégeknek, Hilliard keresztbe a pályán a passzával. Ford triplája meg hosszú, de nagyot küzd a lepattanóért. Wayne Martin is a második feldobásnál is a szolnoknak lesz szerencséje, hiszen ezt a játékrészt a Kaposvár kezdhette. 24 másodperc van vissza a negyedből, 4 tized másodperc a különbség egész pontosan a negyedből hátra lévő idő, valamint a támadó idő között. 10 másodperc még van vissza, Cummings. És fújnak egy faultot, jön két dobás, hiszen eleve kilépte az ígyszert Cummings, ráadásul ez volt az ötödik kaposvári fault a negyedben. Egyfelől így most jön két szolnoki büntető, de lesz még 4,9 másodperc a Kaposvárnak egyet támadni. Időkérése már nincs a somogyiaknak, úgyhogy mindenképpen alapvonalról kell majd előre vágni a labdát, vagy esetleg megint Hilliardnak végig szlalomozni, mint ahogy azt tette az első negyed végén. Hármat cserél majd a szolnoki együttes. Már ha lesz erre lehetőség, és nem marad ki Cummings büntetője. Rudner Kovács is pallal járott az oldalvonal mellett. Cummings pedig bedobja a büntetőt, úgyhogy jöhet a három csere. 34-43-ra vezet a szolnok, és 4,9 másodperc. Stajvo, Badzim és Young hagyták el a pályát a vendégeknél egyéb iránt. Price lövi előre a labdát Fordnak pedig magas lett. Úgyhogy onnan a kaposvári kispad elől jöhet majd a vendégegyüttes, és így még lesz 4,2 másodperc a vendégeknek. Badzimot meg Youngot gyorsan vissza is küldi, így akkor Potocsnyék, hogyha lehet még támadni itt az utolsó másodpercekben. És ha senki nem ért bele a labdába, akkor viszont a kaposvári kispad elől kellene jönni a Kaposvárnak. Ezt beszélik most meg a játékvezetők. Aztán most azt mutatják például Price-nak, hogy valaki beleért a labdába, úgyhogy a szolnok tér feléről jön majd a hazai csapat, és akkor 3,7 másodperc. Hát ezt alig 5 másodpercet jól elnyújtották a felek. Hilliard hiába dobja be, hiába örül. Hármat lépett a kaposvári irányító, úgyhogy lépéshiba miatt érvénytelen a kosár. Ez pedig azt jelenti, hogy a félidőben a szolnoki együttes 9 ponttal vezet a Kaposvár otthonában 43-34 arányban. Nem sokára jövünk majd vissza a második félidővel. A kaposvári KK kezdheti a mérkőzés harmadik negyedét, már hogyha Bogdán Benedek be tudja dobni a labdát, de szerencsére sikerült. Aztán éppen ő kapja vissza a Dix. Bogdán bent a palánk alatt, és ez egy
könnyű helyzet még neki is. 36-43-ra módosul az állás ezzel. És aztán Bognál majdnem labdát is szerez. A kaposváriak a Hilliard, a Dix, Martin Price és Bognán ötössel a pályán, a túloldalon pedig Bazim, Subotic, Csakarun, Pongo és Cummings. Ötössel a pályán a szolnok. Cummingsnak osztja ki Pongo. 2 másodperc a támadóból, Pongónak kellett aztán eldobni a triplát, és Bogdán hagyja kimenni a labdát, mert hogy Csakarun még beleért. Aztán most próbálja meggyőzni a játékvezetőket, hogy vajon hagyta volna kimenni a labdát abban az esetben, hogyha beleér, és nem próbált volna meg utána vetődni. De hát nem tudta meggyőzni a játékvezetőket, úgyhogy jöhet alapról a szolnok. 14 másodpercük lesz. Nem kaptak új 24-et természetesen. Csakarun, Subotic Bogdánnal birkózhat. Magasság és erőfölényben is Subotic, de kifele fordult a tempódobással Subotic, úgyhogy nem lett ebből szolnoki kosár. Van viszont szolnoki fault. Hilliard volt a fél időben a legeredményesebb kaposvári játékos 13 ponttal. Tevén Martin nyújtotta gyakorlatilag a legjobb teljesítményt, hiszen 12 pontja mellé. Hilliard közben bedobja a középtávolit. 5 pontra feljön a Kaposvár, szóval Wayne Martin a 12 pontja mellett leszedett 8 lepattanót és szerzett 2 labdát is. Mezőnyből meg csak 2 dobást hibázott. 6-ból 4-et dobott be. Quincy Dixre fújták a faultot közben a játékvezetők. A túloldalon pedig Subotic és Bazin volt elemében. Előbbi 12, utóbbi 11 pontot szerzett. Szinte már megdobták az átlagukat. Bazin 13,2 pontos átlaggal rendelkezik. És egy gyönyörű alley-oop passz Cummingsnak, aki ha húzni nem is tudta, de pontot szerzett belőle. És aztán a szolnok jött, megint felháborodnak a kaposvári játékosok, meg a nézők is. Lesz most egy kis megbeszélés. És marad az ítélet. Dix is ott maradt még egy pillanatra gyakorlatilag idegeskedni. Szóval Subotic és Bazin gyakorlatilag már megdobták szinte az átlagukat. Két kiemelkedő teljesítménnyel pedig magabiztosan vezet a szolnoki együttes. Jó védekezés most hazai szempontból, de hát aztán ki kellett volna zárnia valakinek Csakarunt. 2 kosár egymás után vendég oldalon, és így 9 pontra hízik a szolnok előnye. Hilliard nem tudta bedobni. Megint megakad most a Kaposvár. 4 szerzett ponttal eddig a hazaiak ebben a negyedben. Szép labdaszerzés TJ Price-tól. Remekül halászta le a labdát a levegőből, és aztán nagyszerűen játszotta meg Wayne Martin, aki pedig a saját lábára pattintotta a labdát. 3-1-ben jöhet a szolnok. Cummings bedobja az ittszert. Lazic egyelőre nem kér időt. Pedig az utóbbi időben
nagyon-nagyon az teljesült a pályán, amit a Szolnok szeretett volna, most viszont Martin dob egy duplát, 14 pontos Fény Martin, 49-40-re viszont még mindig a Szolnok vezet. Kapott pihenőt is. Hát szinte először a mérkőzés folyamán úgy igazán megjön a kaposvári szurkolók hangja. El is kél a bíztatást, mert egyelőre a csapat nem áll túl jól. A szolnoki szurkolók hangját viszont egész meccs alatt lehet hallani, gyakorlatilag egy pillanatnyi megállás nélkül buzdítják az együttesüket. Ők nem azért utaztak ennyit, hogy aztán csöndben nézzék a mérkőzést a lelátón. Price a labdával, kapta volna vissza egyből Hilliard, de Bazim levadászta a labdát. Egy kosárral megint átléphetné a tizet a különbség, Bogdán viszont labdát szerez. Bazim szorongatta és Bogdán ki is hagyja az ígyszert. Bogdán pedig az alapvonalról ugrott vissza a pályára és rápattant a labda, úgyhogy így jöhet a Szolnok. Nagyot küzdött, pedig Bogdán megérdemelte volna ezt a kosarat is. Meg hát a Kaposvárnak is nagyon jól jött volna egy apró ketteske, hogy közelebb tudjon férkőzni a Szolnokhoz. Újabb cserék a vendégeknél. Young és Kovács Péter is érkezik vissza, Pongu és Bazim helyére. Bazim még maradt volna a szíve szerint. Nem túl lelkesen hagyta el a pályát. Young kapja a labdát. 8 másodperc a szolnoki támadó időből, ami most már csak 4. És lejár a támadó idő. Túlpasszolgatták ezt most a szolnokiak. Cummings lepődött meg, nézett a kispadra, hogy vajon miért nem kiabált senki, hogy le fog járni a támadó. Eltelik közben már a harmadik negyed fele. 9 ponttal vezet a Szolnok, 49-40-re. És megint egy kis kaposvári buzdítás Martin. Távolról próbált betalálni. Cummings zicsere kimarad, Subotic leszedi a támadót és végül aztán kiosztja Kovács. Nem megy be a tripla. Mázdia volt most a Kaposvárnak. Bogdán esett nagyot. Price tör be. Átviszi a gyűrű alatt és bedobja az zicsert faultal együtt. Majd aztán jön egy kis tánc tőle. Ezt már a képernyőn nem láthattuk. TJ Price pedig 9 pontos ezzel, és hogyha bedobja a büntetőt, akkor elérheti a tizet. Tyvóra fújják a faultot a túloldalon, neki ez volt a negyedik személyi hibája. Ő van egyedül a kipontozódás határán eddig a mezőnyben. Price bedobja a büntetőt, úgyhogy eléri a 10 pontot. A kaposváriaknál Wayne Martinnak van 3 faultja, neki kell egy kicsit jobban figyelnie. Rudner érkezett vissza a Szolnoknál. Kovács gyakorlatilag arcon dobta Tyvót. Ez pedig még időben érkezett a dobás az utolsó pillanatban, de gyűrűt nem talált belőle Young. TJ Price pedig csak azt talált belőle.
kaposvári tripla pedig 3 pontra felhűltett volna a hazai együttes. Remekül védekezett, megint Bogdán oda tudott piszkálni, és jöhet a kaposvári együttes, de megint el tudják puskázni a hazaiak. Nagyon fontos pillanatokban hibáznak a hazaiak, és aztán Bogdára fújnak egy sportszerűtlent. Cummings megy oda erősködni egy picit, megvédeni a csapattársát, aztán Young is fölpattant már a földről. Tény és való, Bogdán keményen beleállt. De emlékezhetünk, hogy nagyot ütközött Puska és Badzim is, abból nem lett ekkora balhé. Igazából sportszerűtlen fújás se lett. Youngot kell még mindig nyugtatni, Kovács Péter az, aki próbálja lehiggasztani amerikai csapattársát. Még egy kis megbeszélés a három játékvezető között. A történtek viszont felpaprikázzák a kaposvári szurkolókat is, és ismét zúg a hajrá, hajrá Kaposvár a lelátóról. És aztán még visszanézik a játékvezetők az esetet, ezért nem jönnek a büntetők a sportszerűtlen után. Gyanítom, hogy nem a Bogdán ellen befújt sportszerűtlen az, amit még megnéznek a játékvezetők, hanem lehet, hogy inkább magát a kakaskodást, bár innen most pont, ha nem takarnák ki, akkor még láthatjuk volna, hogy mit néznek pontosan vissza. Nézzük, mit mutatnak a játékvezetők. És Young, valamint Hilliard is kap egy-egy technikait, ezt mutatják még a játékvezetők. Akkor valóban még a kakaskodást nézték vissza a játékvezetők. Na most viszont akkor ezt kibogozni, hogy jönnek a büntetők, meg hogy ki hozza majd a labdát, hát valószínűleg a Szolnok hozza, de Bogdánt lecserélik, közben Krinyajszki a pályán. Először a mérkőzés folyamán Krinyajszki Boris. Egyelőre a szokásosnál kevesebb lehetőséget kap. Őszintén szóval nem tudom, hogy most a technikaik miatt mind a két oldalon lesz egy-egy büntető, az biztos, hogy a sportszerűtlen miatt jön a két büntető Youngtól. Bedobja az elsőt, eléri az 50 pontot a szolnoki együttes, és 7 ponttal vezet az olajgárdája. És Young bedobja a másodikat is, pedig aztán tanakodott rendesen a labda. És akkor csak a sportszerűtlenért járó büntetőket dobták most le a csapatok, aztán jöhet oldalról a Szolnok együttese. Young a labdával. Tajvóra tekeredett fel az elzárásnál. Krinyajszki, Cummings pedig bedobja a triplát, úgyhogy elég jó üzletet csinál a vendég alakulat. 5 pontot szereznek egy labda birtokláson belül, és így 11 ponttal vezet most a szolnoki együttes, 3 perccel a harmadik negyed vége előtt Wayne Martin. Vissza tud-e jönnie a meccsbe, vagy a KKK még innen? Hát egyelőre zárkózni sem tud a hazai együttes. Nikola Lazic pedig már mutatta is a kispadnál, hogy időt szeretne majd kérni. Cummings Tajvónak, Kovács, 12 másodperc még a támadóból. Cummings dob el még egy triplát, és aztán most dobhat majd 3 büntetőt Xavier Ford. De lehet, hogy Krinyajszkira fújták a faultot. Így van, Krinyajszki volt szabálytalan,
És akkor jön Nikola Lazic időkérése, mert hogy nem elég, hogy 11 ponttal vezet a Szolnok. Még jön három büntető is. 3 perc, 2 perc, 36 másodperc vissza van még vissza a játék részből. Érdekesség a két csapattal kapcsolatban, hogy ugye a Szolnok a második helyen áll a tabellán, míg a Kaposvár a hatodik. De ennek ellenére az eddigi mérkőzéseken a Kaposvárnak volt több dobott pontja a fordulót megelőzően. 1815, míg a Szolnoknak 1766. Tehát amíg a Kaposvár ezzel szemben kapott az elmúlt 23 mérkőzésén 1809 pontot, addig a Szolnok csak 1677-et. Úgyhogy lehet, hogy kevesebbet dobott általában a Szolnok, de hát olyan védekezést kapott előlük minden csapat, hogy nem nagyon ment az ellenfeleknek a pontszerzés, és hát a Kaposvárnak se, hiszen gyakorlatilag a harmadik negyed végéhez érve még 43 ponton áll a KKK. Cummings pedig készülődik a büntetőkhöz. Bedobja az elsőt, ő idén igazolt ugye a Szolnokhoz. Az előző két idényben Japánban játszott, de megfordult a lengyel és a német első osztályban is, illetve sokáig az NBA G League-ben, vagyis az NBA amolyan tartalék bajnokságában játszott. Volt például a Detroit Pistons, a New York Knicks, meg a Miami Heat tartalék csapatában is. Cummings pedig bedobja mind a hármat. 57-43-ra elhúz így most a vendégcsapat. Hát volt ott a technikai után ugye az az 5 pont. Most még 3 pont büntetőből. Elég nehéz helyzetbe kerül így a Kaposvár. Jángnál a labda, aztán Kovács a túloldalon dob egy zicsert. TJ Price-t állította fel azonnal Nikola Lazic, és küldte el, hogy kérjen cserét. Ford. Cummings küzdött nagyot, majd meg is tudta menteni a labdát. Ford olyan lassan emelte fel, hogy még a legtávolabbi Szolnoki játékos is odaért volna erre. 1 perc 52 van még vissza a harmadik negyedből. És 6 másodperc a kaposvári támadóból. Tönyejszki Price-nak egy triplára, de ez is kijön. Martinnek viszont megvan a támadó, aztán ki tudja ejteni ő is a labdát. Szerencséje sincs ma egyelőre a Kaposvárnak. Badzi érkezik vissza a Cummings helyére. És aztán pont ő kapja a labdát, majd aztán Young. Tájvó ki a sarokba Kovács Péternek, de kimarad a triplája. Megúzták ezt most a hazaiak. TJ Price aztán már kipróbálná minél gyorsabban befejezni a támadást. Martin kapja Krinyeiskitól, Tájvó pedig blokkolja Martint, Wayne Martin pedig lehet, hogy egy goaltendinget reklamált volna. Tájvó viszont odob a túloldalon egy zicsert, úgyhogy már 18 ponttal vezet a Szolnoki együttes. És az utolsó percen belülre lépünk a harmadik negyedben. Hát innen elképesztő bravúr kéne a Kaposvárnak a negyedik negyedben, hogy ez ellen a Szolnok ellen vissza tudjon jönni. Ford dobja be a középtávolit most, aztán üvöltözik a játékvezetőkkel, és meg is kapja a technikait.
végre tud dobni a Kaposvár egy kosarat, és akkor ki kell hisztizni a technikait, nem is értem. Nem az, hogy a Kaposvárnak sikerült végre dobni egy pontot hosszú idő után, ugye itt a harmadik negyedben, hanem Xavier Fordnak konkrétan ez volt az első kosara a meccsen. Azért egy légióstól valószínűleg többet várnak a vezetők, meg a szurkolók is. Nem azt, hogy az első kosara után rögtön kihisztízzen egy technikait, amikor esetleg még az utolsó szalmaszálákba gyorsan nekiállna kapaszkodni a csapat. Jó volt a büntető Szolnoki oldalon. És még fél perc vissza van a negyedből, úgyhogy még visszatámadhat majd a Kaposvár, pláne így. Martin viszont már nem tudja megmenteni, úgyhogy kerek 10 másodperc különbség van, 26 másodperc a negyedből, és 16 másodperc a támadóból. Pongó a labdával. Csak erőnek mutatja, hogy menjen inkább lefele az alapon, arra Pongó. 3 másodperc a támadóból, Badzim. Ezt a dudaszós triplát most nem dobta be, 6 másodperc még a negyedből. Wayne Martin kapja. És aztán még talán Ford bele tudott érni, lehet, hogy ezt a kosarat neki adják majd. Úgyhogy akkor gyorsan szerez 4 pontot itt a negyed végén Xavier Ford. A Kaposvár viszont elég tetemes hátrányban van az utolsó játékrész előtt. 62-45-re vezet a Szolnok. Nem sokára jövünk majd a záró játékrésszel. Tizenöt pontos előnnyel kezdheti az utolsó negyedet a Szolnok együttese. És hát, ha Kaposvár nem tud nagyon-nagyon hamar faragni a hátrányából itt a negyedik negyed elején, akkor gyakorlatilag el is könyvelhetik az újabb vereséget. Price szedi le most a lepattanót. Subotić kihagyott távolia után, Price aztán egymaga vezette végig ezt a támadást, de neki lett igaza valamilyen szinten, hiszen dobhat majd 2 büntetőt. Price bedobja az elsőt. A másodikat sem hibázta el. Csakarun passzolt a Badzimnak. Csakarun kapja vissza, Subotić, és aztán eladja a labdát Rudner. Subotić veszekszik Rudnerrel, hogy miért futott el a sarokból. Krenyájszki a labdával. Price, Wayne Martinnak, Martin bedobja. Wayne Martin 16 ponttal és 11 lepattanóval már dupla-duplánál. Asszisztja még viszont nincs, úgyhogy nem nagyon lesz ebből tripla-dupla valószínűleg, de így is az egyik legjobb teljesítmény nyújtja a Kaposvárnál. Most is nagyot védekezik. Pazzi mutatja, hogy lehet, hogy ez fault volt szerinte. Aztán most meg a kaposváriak reklamálnak faultot. Pazzi szerezte vissza a labdát azonnal
Krnyájszkitól, és aztán Csakarun pedig szerzett két pontot ebből a labdaszerzésből azonnal. Price, Subotić és Potocsnyik is egyből reklamál a játékvezetőknél. De TJ Price dobhat kettőt. A fél időben, amikor jöttek ki a csapatok az öltözőből, TJ Price Tyvo-val beszélgetett kedélyesen. Belragad a gyűrű, pontosabban a hálóba a labda, Subotićnak kellett, Csakarunnak kellett menni egy kicsit segíteni. Szóval Tyvo és TJ Price beszélgetett kedélyesen, miközben jöttek ki az öltözőből a csapatok. TJ Price játszott a szolnoki együttesnél, igaz, csak nagyon keveset. A 2019-es szezonban, decemberben, szezon közben igazolta le az egykori körmendi közönség kedvencet, a szolnoki együttes. Hát abban a szezonban csak 7 mérkőzés jutott Price-nak a Szolnok csapatában, mert ugye a bajnokság félbeszakadt a koronavírus járvány miatt. Pazin kimarad a triplája, Subotić viszont nem. Ez a nagyobb gond. Bár a lényege nem változtatott volna az sem, hogy ha már Pazin bedobja. 67-53-ra vezet ugyanis a Szolnok. Most jön egy válasz TJ Price-tól. 11 pont a különbség így, és 7 perc van még vissza a mérkőzésből. Az utolsó pillanatig küzd a kaposvári együttes, amíg legalábbis van esély. Csakarun. Pongó beleáll a triplába, és Dix össze tudja szedni a lepattanót. Egy kosárral benézhetne 10-en belülre a kaposvár. Pongót faultolják, Pongó ellen a fault, bocsánat. Dix harcolta ki a fújást. Hármas csere a vendégeknél. Pongó, Rudner és Bazim jön le a pályáról. Kovács, Young és Cummings érkezett vissza. Krenyajski kapta a labdát, Price. Cummings ért bele labdával. Aztán ment ott egymással a szöveg még TJ Price-szal. Nimrod Hilliard érkezett közben vissza a kaposvárnál, Dixet váltotta a pályán. Épp ő kapja a labdát már, mint Hilliard. Ha Dix kapta volna, azzal nagy bajban lett volna most a Kaposvár. Jöhetett volna egyből a Szolnok. Ford. És Ford bedobja az ittszert. Nem sok volt már vissza a támadóból. A Kaposvár pedig ezzel feljön 9 pontra, 15 pontos hátrányából, és nem is meglepő, hogy jön most Potocsniktól az időkérés. Sőt, az sem meglepő, hogy itt a remek hangulatban és a nagy hangzavarban is tisztán lehet hallani innen fentről a kommentátor állásból is, hogy Potocsnik hogy üvöltözik a játékosaival. 67-58 az állás a Szolnok javára egész pontosan. A kaposváriaknál pedig átvette már a legeredményesebb játékos titulust TJ Price, 17 pontnál jár, és neki is van már 6 lepattanója, úgyhogy ő is elég jó teljesítmény nyújt a hazaiaknál. Dix viszont még 0 pontos a Kaposvárnál, 24 perc alatt Quincy Dix még nem tudott betalálni a hazaiaknál, ráadásul összesen egy darab tripla kísérlete volt egész mérkőzésen. Tőle azért hiányzik egy jó 10 pont a Kaposvárnak, sokkal beljebb lehetne a KKK abban az esetben. A túloldalon Subotić 15 pontos, 6 lepattanóval. Cummings 12 pontos, 5 lepattanóval. És
és közben már Young hozza föl a labdát. Még egy érdekes adat, a Kaposvárnak összesen csapatszinten van 5 darab asszisztja. A negyed hajrájához közelítve nagyon-nagyon hát rosszul jár a labda, nincsenek meg a dobóhelyzetek, a könnyű dobóhelyzetek. Ford viszont összeszed most egy lepattanót, és aztán tör előre, aztán kimarad az ittszer. Pedig most milyen jó lett volna még egy fautos kosár is. Az 5 darab kaposvári gólpasszal szemben van a túloldalon 14. A hazaiaknál kicsit gördülékenyebben megy a játék. 59-67 az állás. Xavier Ford pedig a 7. pontját szerezte. És megvan a 8. is szerencsére. Nagyon nehezen ért el a Kaposvár az 50 pontot, a 60-at viszont valamivel könnyebben. 67-60-ra viszont még mindig a Szolnok vezet. 5 perc 40 van még vissza Csekarun, és Orba dobja a gyűrűt. Így akár zárkózhat meg itt a Kaposvár, de Hiliárdék azon nyomban eladják, azon melegében, aztán gyakorlatilag ketten már megszöktek a szolnokiaknál. Megint a hibák kaposvári oldalon a támadásban, amikor nagyon kellene koncentrálni. Tehát nyilván szűk rotációval játszik a Kaposvár megint. Wayne Martin dob közben egy kettest megint gyakorlatilag. Maximális fordulatszámon járatva például Wayne Martin vagy DJ Price. Alig kaptak pihenőt a mai mérkőzésen is. Cummings. Price üt oda. És 2 dobás lesz. Mert hogy Cummings már a gyűrű fele ugrott volna. Ez volt az első kaposvári fault egyébként a 4. negyedben. A Szolnoknak viszont már van 4. Ez még azért jól jöhetne a Kaposvárnak. Ha sikerülne még büntetőket kiharcolni. A legfontosabb az lenne ez például, hogy ne adja el a labdát a csapat. Cummings bedobja a büntetőt. 70-62 az állás. Price-nak ez volt a második személyi hibája egyéb iránt. Hilliardnak, Fordnak és Wayne Martinnak van 3-3 faultja. Úgyhogy egyelőre komoly fault gondokkal még nem küzdik a KKK, ilyen szempontból nincs olyan játékos, aki már a kipontozódástól kellene, hogy tartson. Wayne Martin kapja a labdát, 10 másodperc a támadóból, Cummings-szal birkózik, aztán jön segíteni Subotić is. Potocsnik reklamál, pedig mutatják a játékvezetők, hogy kristálytisztán lehetett látni, hogy Wayne Martin kezét befogja a védője a hóna alá. És így viszont megvan a kiharcolt fault kaposvári szempontból, ami után jöhetnek a büntetők. Hiszen bónuszban van a Szolnok. Hát ugye, ami fontos lenne azon kívül, hogy faultokat harcoljon ki a Kaposvár, ugye, hogy ehhez például ne adja el a labdákat a csapat. De hát, ha már megvan a kiharcolt fault, akkor a büntetőket jó lenne bedobni. 2-ből 1 Wayne Martintól. 8 pont a különbség. És 4 perc 20 van még vissza. Young, Subotić üresen maradt teljesen. Szerencsére azonban rövid a dobása, és a lepattanó is megvan a Kaposvárnak. Hilliárd. Nagyot védekezett Kovács. Kiüti a labdát, aztán most nem véletlenül fütyül a hazai közönség. Mindenki várta volna, hogy
hogyha Kovács így ráförmed a játékvezetőkre, az miért nem technikai? Hát mondjuk Kovácsot is meg lehet érteni valahol, hiszen szépen elütötte a labdát, meg hát nyilván Hilliárd kezét is. Kovács valószínűleg úgy érezte, hogy tiszta volt a szerelés. Hilliárd pedig ki tudja hagyni mind a két büntetőt, pedig aztán ő a legjobb büntetőzője a Kaposvárnak. 81%-kal értékesíti a büntetőket. És egyébként csak a második legjobb büntetőzője ezzel a 81%-kal, hiszen TJ Price 89%-kal dobja a büntetőket, majdnem 90%-kal. Ford szerez labdát viszont, Ford indul előle, Cummings megállítja és fújnak egy faultot, úgyhogy akkor jöhet újra a két büntető kaposvári szempontból. Ezzel most már nincs gond, mert van mindig belőle dobási lehetőség, csak ugye az elmúlt négy büntetőből egy ment be például. Remélhetőleg Ford egy kicsit javít az arányon. Az első bent van. És aztán a második is. 6 pont a különbség. 9-et már lefaragott hátrányából ebben a negyedben a Kaposvár. És a 6 pont azt le lehet fordítani úgy is, hogy 2 tripla. Na de ehhez kellenének még a jó védekezések is, hogy pont nélkül zárjon a Szolnok. 2 másodperc, Cummings és zsákol egy nagyot. Hát ez aztán a demoralizáló, meg aztán a nagy löketet adó. Hogyha szolnoki szempontból nézzük, felugrott az egész szolnoki kispad. Ford dobja be, gyönyörűen csinálta ezt most, és még akár a 2 plusz 1 sem lett volna ördögtől való gondolat. Hát itt meg befújják kb. Ugyanazt, amit a túloldalon nem. Cummings nem tudott szabadulni a labdától, oldalról jöhet majd így a szolnoki együttes. Potocsnyik hívja oda közben a játékvezetőket a zsűri asztalhoz. És valamit még a jegyzőkönyvben nézegetnek a játékvezetők. Jó kérdés lehet, az volt Potocsnyik gondja, hogy kinek adták a faultot. Örülne már neki, hogyha valaki kaposvári oldalon kipontozódna biztos. Csakarun, Bazim egyből beláll a triplába. Hát meleg volt a pite. 2,5 perc. 67-73 a Szolnoknak. Hilliárd 10 másodperc a támadóból, megint megtorpan a Kaposvár támadásban. Hilliárd viszont most üresen maradt, de kimarad a triplája. Így viszont már nehéz lesz az utolsó 2 percben beérni a szolnoki együttest. 6 pont a különbség, Young át tudta dobni Wayne Martint, aki elrepült, hogy blokkoljon, és így pont az ő embere. Csakarun volt az, akit nem zártak ki a kaposváriak, és simán vissza tudta tenni a labdát TJ Price, kimarad. Csakarun húzta vissza Wayne Martint, és még ráadásul Wayne Martinra fújják a támadót. Wayne Martin ezzel kipontozódik. Meg hát valószínűleg olyan átkokat szórt most a játékvezetőkre. Nem, ezek szerint Fordra fújják a faultot, mert neki írtak be egy negyediket, és Wayne Martinnak az ötödiket. Viszont lehet, hogy az átkok így is jöttek Wayne Martintól a játékvezetőkre, hogy
miért nem azt a faultot fújták be, hogy Csakarun a hóna alá fogta a kezét. Cummings a labdával másfél perc a mérkőzésből. 8 ponttal vezet a Szolnok, ezt szinte a lehetetlen küldetés. De Xavier Ford azért megpróbálkozik a lehetetlennel. Dob egy kettest is, így 6 pontra felhozza a Kaposvárt. Xavier Ford 14 pontos, hát ahhoz képest, hogy 3/4-en keresztül nem talált be. Elég jól elkezdett termelni Ford. 1 perc, 15 másodperc van még vissza, miközben a Szolnoki időkérését nézhettük. Wayne Martin 19 pontos és 13 lepattanós estéje van eddig. Eszméletlen nagyot játszik. Azt említettem már, hogy a Kaposvár ugye a Sopronnal, illetve a Körmenddel játszik az utolsó két fordulóban. A Szolnoknak viszont még 3 mérkőzése is hátra van. Jövő héten szerdán majd a Pécs otthonába látogatnak. Van egy elmaradt mérkőzésük, amit bepótolnak a 4 napos hosszú hétvége után. Majd aztán a hétvégén hazai pályán fogadják az Alaegerszeget, és az utolsó fordulóban pedig az Oroszlányhoz látogat majd a Szolnoki együttes. De 1 perc, 15 másodperce még van Kaposváron is a Szolnoki együttesnek, és hát ugyanennyi ide van a hazai együttesnek is arra, hogy ezt a 6 pontot valahogy eltüntesse. Cummings a labdával, az biztos, hogy ez nem egy gyors Szolnoki támadás lesz. Erre mérget lehet venni, bár Cummings megcáfolja. Megcáfolja mindezt, aztán fújnak rajta egy faultot, úgyhogy dobhat 2-t. Xavier Ford pedig kipontozódik. Cummings nyújtja egy kicsit a derekát. Oda kapta az ütést Xavier Fordtól, akinek a helyét Quincy Dix foglalt el a pályán. Cummings pedig bedobja az első büntetőt, 17 pontos ezzel. Ő már a legeredményesebb Szolnoki játékos. Nem, bocsánat, jelenleg Szuboticsal holt versenyben 17-17 ponttal állnak, és ha bedobja a büntetőt, akkor lesz majd ő a legeredményesebb Szolnoki játékos. Hát sajnos így is tett, hogy igazam legyen, ugye, de kaposvári szempontból jobban örültem volna annak, hogyha kihagyja mondjuk mind a kettőt. 8 pont így most a különbség, és 1 perc, 2 másodperc van vissza a találkozóból. Nikola Lazic is elhasználja utolsó időkérését. Ford ugye kipontozódott kaposvári oldalon, a Szolnok meg ugye már régóta bónuszban van. A Kaposvárnak pedig 4 faultja van, ami azt jelenti ugye, hogy náluk is jönnek majd a faultok, utána büntetők innentől kezdve. Hát egy-két kaposvári szurkolót már lehet itt látni az arénában, akik elkezdték húzni a kabátjukat. Ők már nem nagyon hisznek abban, hogy a KKK ledolgozza 8 pontos hátrányát 1 perc alatt. Jól zárkózott a hazai együttes, és hogyha nem lett volna az a néhány hiba fontos pillanatokban kihagyott tripla, de talán még az nem is lehet annyira hiba kategóriába sorolni, mert inkább az eladott labdák, amik fájtak azoknál a támadásoknál, amikor mondjuk 6-8 pont volt a különbség, és jóval több idő volt még vissza, és lehetett volna zárkózni
Dix kapja labdát, azonnal szabadul tőle, nem csoda ilyen önbizalommal, mint amilyen ma lehet neki egy darab rádobással egész mérkőzésen. Wayne Martinnak pedig leszakítják gyakorlatilag a kezét, aztán ráítélnek sportszerűtlent, elszakadt nála a cérna. Subotić azért nem először húzta a kezét. Wayne Martin pedig kb. Azt mutatja neki, hogy majd az öltöző folyosón ezt lerendezik. De Wayne Martin ezzel elvileg egyébként ki is pontozódik, hogyha ráfújják ugye a sportszerűtlent. Csakaront kell nyugtatni a sarokban. Ja, Subotić volt az, bocsánat, végig csakarunoztam. Lazić mutatja közben, hogy nézzék vissza az esetet. Jó esetben ebből azt tud kijönni, hogy Subotića is fújnak esetleg egy sportszerűtlent, vagy ne talán egy támadót, technikai bocsánat. És jönnek is a játékvezetők valószínűleg videózni. Igen, hát megnézik az esetet, hogy a Subotićnak is adtak egy sportszerűtlent, meg Wayne Martinnak is. Ugye Subotić leúszta Wayne Martin kezét, Wayne Martin ezután visszalökött, ő ezért kapta a sportszerűtlent. És most lehetne azt mondani, hogy ha nincs Subotić sportszerűtlenje, akkor nincs ugye Wayne Martin sem, és akkor Martin nem pontozódik ki. Még mindig megy a diskurzus. 52,4 másodperc lesz egyébként vissza a mérkőzésből, akkor, hogyha majd valamilyen formában folytatódni fog. Büntetőkkel itt vagy ott. Tabletet bűvölik a játékvezetők, egyelőre nincs döntés, vagyis hát lehet, hogy megvan már a döntés, most csak próbálják megerősíteni ugye az imént meghozott döntésüket. És akkor az ítélet marad, aztán a Kaposvár hozhatja majd a labdát, most valószínűleg azt beszélik meg Lazićcsal, hogy Wayne Martinnak ugye le kell ülnie. Martinnak mutatják a játékvezetők, hogy ez volt az ötödik személy hibája. Aztán most még Wayne Martinék azt próbálják megértetni a játékvezetőkkel, hogy Martin ugye dobás közben kapta a faultot, mármint hogy ő próbált volna ugye kosárra dobni, és hogy akkor kéne, hogy dobjon két büntetőt. Vagy ő, vagy valaki, ugye aki beáll a helyére, hiszen kipontozódott. Most egyelőre azt látjuk, hogy Martint kiküldik a játékvezetők, Bogdán érkezik a helyére. És akkor alapról fog jönni a Kaposvár. Lazić még mindig ott reklamál a zsűri asztalnál az egyik játékvezetőnek. Most küldik őt vissza a helyére a kispadhoz. Na akkor 52,4 másodperc és 8 pontos szolnoki előny Bogdán Krinyájszkinak.
Bogdan nem tudta visszakapni Krinyeszkitől. Young szerzett labdát, és ezzel most már egyértelműen megnyerte a mérkőzést a Szolnok, sőt Young most mehet majd akkor két büntetőt dobni. De most már egyre nagyobb a nyomás a játékvezetőkön. Handlein is, aki civilben nézte ugye végig a meccset a kispadról, ő is már reklamál a játékvezetőknek. Xavier Ford is ott volt az előbb, meg ott van Nikola Lazic is. A kaposváriak csapatkapitányát kellett leültetni. Mármint hát ugye alapesetben ő a csapatkapitány, de ugye a mai mérkőzésre. Be lett ugyan írva a keretbe, de civilben nézte végig az összecsapást. Young bedobja az első büntetőjét. A másodikat viszont kihagyja. 11 pontos így ő. Ami azt jelenti, hogy 11 pontos teljesítménnyel mutatkozik be a Szolnoknál. Hilliard indul még előre. Gyönyörűen küldte el Subotićot, és Hilliard ezt még bedobja. 71-78-ra módosítja az állást. 28 másodperc még a meccsből. Young tör előre. És ellépi. Mutatják a játékvezetők. 23 másodperc és 7 pont a különbség. És akkor még egy időkérés. Nikola Lazic harmadik idejét kéri ki. Hát összességében, hogyha szüneteket is belevesszük, ugye a fél időt, meg a negyedek közti szüneteket, és nézünk egy olyan bruttó játékidőt, hogyha este 6-kor kezdődött a mérkőzés itt szombaton, most már lassan 2 órája tart ez a találkozó. 1 óra 55 perce. És hát sajnos a lelátón egyre többen kezdik el keresni a kiárat felé vezető utat. De hát nyilván érthető ez. 23 másodperces. 23 másodperc van vissza a találkozóból, és 7 pontot kellene ledolgozni a Kaposvárnak. Ami több, mint nehéz feladat. Hilliárdnál a labda, gyorsan dobni kellene. Hilliárd pedig elkezd betörni, de bedobja az Itzert legalább. 73-75. Bazimot kéne faultolni, vagy aztán Youngot. Ki tudják passzolni, elsőre úgy tűnt a vendégek. Price majdnem labdát szerzett, aztán végül nagy nehezen Bazimot. Ő tudta végül utolérni és faultolni. Bazim dobhat 2 büntetőt. Marzim 80,7%-kal dobja a büntetőket, úgyhogy hát lehet fogadni, hogy a kettőből hányat dob be. Az elsőt bedobja. Nem a legjobb ember találta meg Price ilyen szempontból, bár hát ugye nagyon nem volt ideje gondolkodni. Mert már pörögtek le az értékes másodpercek, amik vissza voltak a mérkőzésből. 10 másodperc még mindig vissza van. Bazin 2 jó büntetője után 80-73 az árás. Hilliárdot hagyják, hogy dobjon egy üres zicsert, és 5 másodperccel a vége előtt már a kaposváriak sem bántják Bazimot. Ami azt jelenti, hogy a Kaposvár egy kicsit még kozmetikázott az eredményen. De a Szolnok így is megnyerte ezt a találkozót. 80-75 arányban, ami egy kicsit jobban néz ki mondjuk, mint az idegenbeli mérkőzésen, amit ugye 26 ponttal vesztett el a Kaposvár. De hát a lényegen ez nem változtat abban a tekintetben, hogy a KKK az alapszakasz hajrát egy verességgel kezdi, és hát bízunk benne, hogy Sopronban, illetve Körmend ellen, majd hazai pályán jobb lesz a folytatás, illetve a befejezés. Még egyszer a végeredmény: Kaposvári Kosárlabda Klub, Szolnoki Olajbányász 75-80. Cserhami Krisztiánt hallották,
Sinyi Zsolt operatőr kollégám nevében, és búcsúzom viszontlátásra, viszonthallásra.